Három hazai győzelem mellett három vendégsiker és két döntetlen született a megyei első osztály 9. fordulójában. A Máté Szalka 3-1-re verte a Tiszavasvárit, a Nyírgyulaj pedig 5-2-re múlt a felül a Csengert. A Mándok 2-1-re győzött Vásárosnaményban, a Tarpa Gyulaházáról vitt el a 3 pontot 3-2-es sikerével, a Nagyhalász pedig Balkányból távozott 2-1-es győzelemmel. A Nagyecset Kisvárda 2 mérkőzés 1-1-re, a Fehérgyarmat Tiszakanyár találkozó pedig 3-3-ra végződött. Az Éllovas Ibrány 2-0-ra győzte le a Baktalóránt házát. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Meg kell mondjam, hogy a Baktalóránt háza nagyon jól játszott, és a tőle megszokott vehemens játékot nyújtotta, ami ellen irtózatosan nehéz dolgunk volt. Nem véletlen az, hogy az utolsó 3 percben nyertük meg a mérkőzést. A tabella élén az Ibrányál 21 ponttal, megelőzve a 20 pontos Nagyhalászt és a 19 pontos Nyírgyulajt. A sereghajtó Tiszavasvárinak továbbra sincs pontja. A 10. forduló rangadóján az Ibrány Nyírgyulajban lép pályára. Nem nagyon szeretek róla beszélni, mert nem szeretném az ellenfeleket fölhozni azzal a dologgal, hogy rengeteg sérült van a keretben. Ha teljes létszámmal tudnánk most menni Nyírgyulajba, akkor azt mondanám, hogy ez egy igazi rangadó lesz, amin bármi megtörténhet, és győzelmi esélyünk is lenne. Most, hogy ilyen rosszul állunk a létszámmal, így nagyon nagyot kell javulnunk, és valami más játékot kell játszanunk, mint eddig, mert eddig azért nagyon ötletesen, kreatívan futballozott a csapat. Most ennél egy racionálisabb futball kell majd bemutatni, mert a keretünk jelen pillanatban csak ezt teszi lehetővé. A 10. forduló további párosítása a következő: Csenger Vásárosnamény, Mándok Máté Szalka, Tiszavasvári Gyulaháza, Tarpa Balkány, Nagyhalász Nagyecsed, Kisvárda 2 Fehérgyarmat és Tiszakanyár Baktalóránt háza.